és a vírus. A vakcina. Hali, Peti! Szia, Tomi! Na mi a pálya? Képzeld, a bátyám koronás lett még 2 hete, és most jött meg a teszteredmény. Ú, az kemény! És karanténban van? Hát már lejárt a 10 nap, és jól van. Úgyhogy nem. Zsír! Akkor átjössz este hozzám gémelni? Sajnos nem tudok. Megyek fel Pestre az unokatesomhoz. Kár. Akkor jó pestezést. Köszi! Ma rekordmennyiségű 1 millió darab vakcinát várunk. De sajnos nem mindenki akarja beoltatni magát, ezért csak lassan alakulhat ki a nyáj immunitás. Hát én ezt nem értem. Ki nem akarja beoltatni magát? Még szerencse, hogy téged időben beregisztráltunk, anyuka. Most már biztos hamar sorra fogsz kerülni. De én nem akarom beoltatni magam. Miért nem? Mert egészséges vagyok, figyelek arra, hogy mit eszem. De hát magas a vérnyomásod és érelmeszesedésed is van. És speciál sosem szoktál mozogni. Azt nem is kell. A betegségeim pedig gyógyszerrel kezelve vannak. Felveszem. Na, erről még beszélünk, anyuka? Halló? Szia, Tomi! Figyelj, a hétvégén csalódok, csak elfújjam. Betegek lettünk. Jaj, ne már! A vírustól féltek, mert a tesóm beteg volt. Mi? Jaj, ugyan van, mi nem félünk. Csak mi adtatok, tudod, ott a kibaba, meg minden. Aha, hát jó. Na mi van veled, Tomi, mert vissza is jöttél? Á, dehogy, csak paráznak. Tele van már az oknim ezzel a vírussal. Ráadásul még a nagyim se akarja beoltatni magát. Nem á? De. Nem baj, legalább ma át tudsz jönni gémelni. Gyere, ugorjunk be a boltba egy kis rákcsáért. Jó napot, Pista bá! Jaj, Tomi, ne gyertek ilyen közel! De hát megvan a 1,5 méter. Jobb, ha inkább 2 tartunk. Nem akarom az utolsó pillanatban elkapni. Mi van? Utolsó pillanat? Mi? Aj, jöhetne már az a vakcina. Annyira elegem van ebből a parából. Azt mondták, majd egy rekordszállítmány. 1 millió darab. Ó, yeah, végre megint lesz buli. Meg pénz. Na, Peti, hazaérünk és... Vigyázz! Hú, Tomi, majdnem becsukiztam. Gyere, nézzük meg, mi történt. Jól van, uram? Az mindegy, csak a szállítmány. Jó napot, Peti vagyok, a Völgyhídon. Ne aggódjon, nem lesz semmi baj. Milyen szállítmány? 1 millió adag vakcina. Baj van, Peti, a voltató kötelet. Szia, Tomikám! Hát ti meg mit kerestek itt? Hé, Gábor, bár segítsen, már fel kéne kötni a kamiont a vonóhorogra. Megáll az éz, ez felháborító! Még egy nyugodt kirándulásunk sem lehet! Azt hiszem, ez így kevés lesz. Így biztos tönkre fog menni a vakcina. Már alig bírja a hűtés mínusz 74 fokon tartani. Vakcina! Ó, köszönöm szépen! Már rohanok is velük a kórházba. Akkor viszlát! Négy, már ez leesett a platóról. Ez már megfelolvat! Ne veszem kárba, inkább beadom magunknak! Úgyis tőveke voltam nyugdíjelett! A rendkívüli helyzetre való tekintettel a helyi veszélyeztetett közösség számára engedélyeztem a soron kívüli oltást. Látod, Tomi? Együtt sikerült! Oh yeah! Végül Nagy is beoltatta magát, Tomiék pedig megalapították a sportkört a nyugdíjas klubban, és minden öregnek találtak valami jó mozgásformát, hogy egészségesebbek maradjanak, ha jönne a mutáció.